Hello mindenkinek, sziasztok srácok, én... Köszöntem én már valaha így. Hey guys! Remélem készen álltok egy olyan videóra, amiben Evelyn fogja kiválasztani a ruhámat, ami hát... csak vicces lehet, hiszen ő Evelyn. Srácok, itt van velem Evelyn, és az ő feladata, mint már mondtam, az lesz, hogy kiválasztja nekem az outfiteket különböző boltokból. Ki kell választania ennek a drágának egy alkalmi ruhát a Zarából, egy utcait a H&M-ből, egy Hypebeast-et a Bershkából, egy 90-es évek stílusú ruhát a Pull&Bear-ből, és egy gangster ruhát, mert Evelyn ezt de azt nem ki. Tudjuk honnan. Szóval most indulunk és lássuk, hogy mennyire értesz a... semennyi! Divathoz! Kiválasztottuk a ruhákat, most Doncsi itt van, ott, és most öltözik át. Kukucs! Jöhetsz! Szerintem kurva jót választottak. Evelynnek még meg kell tanulni, hogy mit jelent az, hogy Hypebeast, de ez az utcai number 2-nak jó lesz. Utcai number 2? De szerintem elég jó vagyok, nem tudom mit akart. Amúgy igen, a cipőt is választottunk, csak a cipőt nem lehetett behozni a belső öltözőbe, szóval... Szóval egyébként ez a ruha nem is olyan rossz, csak semmi köze nincsen a Hypebeasthez. Szóval mondjuk adjunk rá egy 10/7 és felet, hogyha az utcai ruha kategóriájába sorolnánk. A Hypebeasthez akkor pedig... folytassuk a videót. Szeretettem mondani, hogy az is feladatotok lesz, hogy díjazzátok Evelynnek az outfitjeit, vagyis elmondjátok, hogy melyik tetszik a legjobban, és amelyik az én kedvencem lesz, vagy nem, amelyik a ti kedvencetek lesz, Evelyn megveszi nekem. Mi? Jó, szavazzatok. Szerinted gazdag vagyok? Én tudom, hogy az vagy. Szeretetben gazdag. Szóval sajnos a Pull&Bear-ben nem lehetett videózni, ezért csak a végeredményt láthatjátok, viszont ez a ruha ez nagyon király volt, nagyon jó kis outfit, úgyhogy Evelyn, ez legyen mondjuk egy 10/9. Adjak egyszer egy max pontot? Na jó, akkor mondjuk ez 10/10. És akkor a következő állomás... H&M! És a casual, hétköznapi look. Na ez az a ruha, amit tipikusan soha az életben nem vettem volna fel magamtól, viszont így, hogy láttam magamon, nem volt olyan rossz. Úgyhogy erre adok egy 10/8-at. És egy, ha minden ruhám elégne, fölvenném jelölést. Mennyi van belőlem? Ezt nézzétek. De egy is elég. Ó, oh, Evelyn. Victoria's Secret? Oh, ez az, cicám. Most már kicsit csak az a bazilikából, szóval egy kis szünetet tartunk és eszünk egy jó kis pizzát, aztán folytatjuk is kalandunkat. Csak hol? Ez nem számít. Hát sajnos a itteni cégünkben nem volt férfi részleg, és Evelyn azért nagyon sokat fog még nekem fizetni. Tadá! Igen, ez sajnos megtörtént, ugyanis ezt a gangster ruha dolgot nem tudtuk sehonnan kivitelezni, az arra pedig be volt zárva, ezért az alkalmi ruha is ugrott, úgyhogy gondoltuk, hogy... vagyis Evelyn gondolta, hogy valamiben feldobja a dolgot, de... Srácok, ami fair, az fair.
azáltal, hogy Evelyn ezt a gyönyörű szép Victoria's Secret ruhát rámadta, elnyertem azt a lehetőséget, hogy én is választhatok neki egy nagyon szép matchy setit. És utána pedig egy tényleg jó ruhát is fogok neki választani, és meglátjuk, hogy ki a jobb stylist. Engem? Igen. Az nem érdekel. Gyönyörű. Közben egyébként a barátjával beszél, az élettársával. Bocsi, ez flanel vagy? Chanel? Bocsi, igen, Chanel az, amit szeretsz, nem? Na és akkor lássuk a jó ruhát is. Na, Evelynnek megtaláltam a bomb ruhát. Szóval lányok, ha így néztek ki, akkor tudjátok, hol találtok. Nos, srácok. Ez borzasztó. Ezt most képzeljétek el. Egy magas sarkúval. Magas sarkúval. Ez szörnyű. Soha senki ne vegyen fel. Úgy, hogy jól néz ki nagyon? Nem. És nagyon meleg. Nagyon van. Jól néz ki. Ez a bomba outfit. Nem. Szép. Nem. Szóval igen, ebből az öt ruhából igazából maradt négy, amiből az egyik csak egy vicc. Úgyhogy értékeljétek a kommentbe, hogy melyik ruha tetszett nektek a legjobban, a 90-es évek stílusú, vagy a High Beast, ami szerintem inkább az utcai kettőnek felel meg, vagy pedig az, amit a H&M-ben választott Evelyn az igazi utcai ruhának. És pluszban még odaírhatjátok, hogy szerintetek tetszett-e az a ruha, amit én választottam Evelynnek, a második, amit a Bershkából választottam. Ha igen, akkor dobjatok egy lájkot, írjátok meg ugye kommentbe, hogy én nyerjem ezt a versenyt Evelyn ellen. Ja, és még egy nagyon fontos dolog, nyomjátok meg a csengőt a feliratkozás ikon helyett vagy mellett, ugyanis igazából annak van konkrétabb értelme, ezt most tanultam Hédinke videójából, aki tanult a PewDiePie-nak a videójából, hogy igazából a feliratkozás ikon lószart sem ér, ugyanis a csengő az, ami által jelzést fogok kapni, az értesítést fogok kapni arról, hogy nekem van új videóm. Úgyhogy ha szerettek, ezt tegyétek meg, és csá, találkozunk legközelebb.